komoly döntés eredménye az első disznótoros fesztivál, amely a napkori böllérverseny és a város közös új gasztronómiai, turisztikai és kulturális rendezvényévé alakult át ettől az évtől. A keddi sajtótájékoztatón Tamba Miklós és Ulik Attila hivatalosan is bejelentette a közös munka okait és a rendezvény programjait. A több tízezer érdeklődőnek a szervezők idén sem okoznak csalódást, hiszen a Sóstói Múzeumfalu ad otthont a fesztiválnak, amelynek tematikája nem változik, azonban a nagyobb területnek köszönhetően új versenyszámokkal bővül a programok listája, tette hozzá Tamba Miklós. A hivatalos neve ennek a rendezvénynek most az lesz, hogy Nyírségi Disznótoros Fesztivál, első Nyírségi Disznótoros Fesztivál, nem 17. nemzetközi böllérverseny, és a böllérverseny része az marad változatlanul, ugyanazokkal a feltételekkel, ugyanazokkal a zsűrizési szempontokkal, tehát minden ugyanaz. Ami új lesz még, hirdetünk a versenyen belül egy amatőr kolbásztöltő versenyt, illetve egy pálinkák versenyét, ahová sok csapatot várunk. Pálinkából eddigi előrejelzések szerint egy közel 300 pálinka lesz az, ami minősítve lesz. Erre egy országos, illetve nemzetközi zsűri, 3-szor hétfőből álló zsűri van felkészülve, illetve várja azt, hogy tudják zsűrizni. A kulturális programok ugyanúgy, ahogy eddig is megjelennek majd a rendezvényen. Lesz népdal, néptánc, de a mulatózene kedvelői sem maradnak ki a sorból. Ulik Attila kiemelte, egy ilyen gasztrorendezvénynek történelmi jelentősége is van. Én azt gondolom, hogy ez a városunknak a nagyon jelentős kulturális, turisztikai és gasztronómiai sikere. És nagyon köszönöm Tamba Miklósnak azt, hogy ránk gondolt akkor, amikor ennek a rendezvénynek egy új helyet keresett. Ugye a Sóstói Múzeumfaluban több mint 10 hektár áll a rendelkezésre, és nagyon befogadó képessége van, mint az eddigi helynek. Nyíregyházának pedig fontos, hogy ez itt legyen, mert egyrészt ez ugye igen mélyen benne van a disznőlés hagyománya a mi nemzetünkben, és az ehhez kapcsolódó ünnepkör azért igen jelentős, plusz ugye ez régen magát az életet jelentette, hiszen a jobbágy családok, a parasz családok ekkor töltötték fel az élés kamráikat, ami mára már egy nagy fesztivál, egy nagy bulivá amazsáldott itt Magyarországon. Nem csak magyar versenyzők, hanem külföldiek is lesznek a fesztiválon, és számos határon túli gasztronómiai szokással és tradícióval ismerkedhetnek meg február 17-én 10 órától a Sóstói Múzeumfaluba kilátogatók.